Ezzel a gondolat végével nem is húzom talán az időt, elmondtam mindenféle finomságot, jöjjön a mai nap harmadik mérkőzése, az utolsó előtti mérkőzésünk, ahol ugye Illés Akadémia Spirit csapata játszik az Apacs Színpekkel. Igen, és ha jól tudom amúgy, hogy erre direkt külön rákérdeztem, hogy hát én elég jobban vagyok az Apacs Színp egyik játékosával, és azt mondta, hogy ők nem színpelik Apacsot, hanem vele színpelnek. Nem teljesen tudtam összerakni, most ez tényleg igaz vagy nem? De én hiszek az informátoromnak természetesen. Darius, illetve Olaf, az első két tiltásunk. Hát mind a kettőkben látunk ma már jó meccset. Végül is érthető, hogy ők kitétásra kerülnek. Én nagyon örülök az Olafbannak, mert szerintem ha az benn van, akkor tényleg érdemes elhozni, mert elég erősnek tartom, és sok kézben jól megy. De való igaz, hogy el tud fogyni a játék második szakaszára. S-ban látunk, itt azért ez majdnem 100%-a merem mondani, hogy célzott tiltás sok közé. S erősnek tartom, de nem annyira, hogy bannoljam másodiként. Kicsit meglepő számomra, hogy ez a lövészválasztás, ami célzott tiltásként megérkezik, de hát ki vagyok én, hogy okosabb legyek, mint a játékosok, akik hát nyilván megbeszélték, és hát látták az ellenfeleket, hogy fel tudtak készülni egymásból. Ha nekem lövészként kéne játszanom, akkor én csak eset tudok játszani. Hát én ha ezt értem. Lebannolják, akkor az egész botnak lőttek. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezek után majd a lövészválasztás. Igazából mind a két oldalon, amúgy egy Nautilus és egy Rengár is még megérkezett a tiltó listára. Mindenképpen érdekesebbek, mint az eddigi mérkőzéseken, azért változatosabbak. Akali. Azok a bizonyos bannak és egy Akali. Na most azért itt benn marad Jin. Így van. Azért itt benn van Samira. Pantheon. Itt sok minden olyan dolog benn van, amit be lehet hozni, és azért egy Samira Leona kombót nem kell bemutatnom. Hát nem. Nem szeretné Leona Samira ellen játszani, talán egy Lulu Kogmo talán kezeli őket, de nem menném biztosra mondani. A Lulu Kogmo csak azért lehet jó, mert előbb-utóbb túlnőhetnek ők ketten a Samira és Leona párosan, de azért ez nem a versenyszerű játéknak a bajnak választásairól beszélek ki, hanem jelen pillanatban még ebben az évben azért inkább csak a szóló Q-ból tudok én is a SZIKI mellett valamennyire infókat szedni. És Kajsa választás jött az Apacs Színpekhez. Na most Kajsa mellett nagyon sok minden jól működik. Ott egy Leona, ha már róla beszéltél. Igen. Leona HCC, tehát így. Neki nincs olyan terve, hogy kifele akar menni fájtolba, hanem inkább befele akar menni általában fájtolni. És egy Thresh Aphelios. Wow. Nem gondolkoztak sokat, hogy mi legyen az első és nyelvfél. Pif, puf, megláttuk az ellenfélt, akkor jöhet. De én láttam Aphelios-t. Ma pentázott egyet Kínába. Láttam Aphelios-t ma Kínába, pentázott. Ugye milyen jó volt? Nem néztem ma a kínait. Viszont Graves, aki érkezik a jungle-ben. Na most azért jó a Graves jungle választás, mert akint kinteletban kell rá. Ugye a legjobb kontroll arra, hogy a Graves ne legyen túl erős, hogy hozzal ellen egy kindrelet, ami erősebb lesz, mint a Graves, és ezért nagyon jó, hogy instant kindreletban jött, mert így nincs nagy félelme Gravesnek, hogy valaki outformolná. Evelynt lehet hozni, hogy kicsit jobban fájjon a teamfightokban egy Evelyn érkezése, de Graves-el szemben egy hasonlóan gyorsan formuló karakteren igazából jó és fejlődős, talán még egy Nidalee-t mernék megkockáztatni, de ki vagyok én, megmondjam, hogy a Pantheon mondjuk ne jungle-ezne. Meg ahogy a Nidalee is ki lett ugye tiltva, úgyhogy... Ah, tényleg, hát akkor meg főleg. Hát hogy hallgattak rá a fiúk. Tehát tudják, hogy mi az, ami jó, mi a Graves-el szemben. Te beszéltél velük itt meccselet? Nem, hát a Graves-el kibanodtak mindent, ami jó. Körülbelül. Innen is megerősítés nyert Pierce a gondolatmenetet, de valóban ugye Nida, illetve Viktor lett a két kibannolt hős. Erre megérkezett egy Irelia, hogy felső vagy középső ösvény, azt ugye itt még annyira nem tudhatjuk, de eddig borzasztóan AD heavy az a csapatot az Apacs Színp részéről. Kéne valami büdös nagy tank az Illés Akadémiában, aki szereti az armort. Büdös nagy tank egy jó kis vegyi tanktárgyal, és akkor az aztán teljes mértékben fullos. Én adnék azért egy ilyen Singer-et, ha már abszolút turbó vegyi tankról beszélünk. Sen választás! Sen úgy gondolom, hogy évek óta egy nagyon, nagyon átlagosan jó képességű karakter a felső ösvényen, ami azt jelenti, hogy tud hozni egy megfelelő szintet. Nem azt mondom, hogy minden szét orbitális nagyon jó, de hogy rengetegszer van lehetőség olyan hívásokat megtennie, és olyan szinten csatlakozni a csapatharcban, ami egy nagyon gyors fordítás, ugye még a plusz pajzs kihasználásával. És hát ha már csatlakozás a csapatharcot állja, és Pantheon még mellette, nagyon nagy ulti range-ek az Illés Akadémia részéről, úgyhogy
itt azért lehetnek ilyen cseles harcok, hogy azt hiszik, hogy mi vagyunk többen, mert hogy az Apache színpoldalra, azt egyszer csak megjelenik egy Pantheon, egy Sen, egy Thalia. Az a kérdés, hogy a Thalia valószínűleg mides, mert úgy gondolom, hogy azért az AP Dimitri kell annyi olyan szintre, hogy inkább egy lénre menjen ki a Thalia, de simán benne van, hogy Pantheon midezni fog, és Thalia pedig jungle-ezni. Mind a kettő működik, talán picit Thalia kényelmesebb a jungle-ben való közlekedés miatt. Szóval egy Oriannal érkezik Apache színpekhez, ami nagyon jön vissza ebben az évben az Orianna újra. Nagyon kényelmes választás, stabil, jól dimidzsel, jól fordít, van pajzsa, van speedje, és tartja a vévet. Igen, azért is olyan, hogy jó, akkor nem olyan. De mondj nyugodtan. Nem, csak azt akartam, hogy azért Orianna is olyan, hogy ő csak igazából mindig ott van a metában valamennyire. Egy ilyen biztonságos választásnak. Igen. Ez az Orianna Syndra lén páros egymással szemben, azt például nagyon sokszor látjuk, tök mindegy mi a meta, ezek megérkezhet. Ez szép, amikor ennyire szeretnek egy embert, hogy konkrétan egy csapatot neveznek el róla. Na. Menjünk be. Hát, hogyha te mutatod a akkor nincs mese, és indulunk is befele. Megint van valami kis piszok a bal felső sarokba. Hál' Isten a monitor ilyet nem csinálna, szóval az ott mi írtuk ki, gyerekek, szóval az egy pontgyűjtést lehet nyomatni ezerrel, és lehet befele írkálni. Megindul az invéd-szerűség amúgy itt az Apache színpektől. Asdelek, akit láttam azért itt aktívan irkálni a chatten, most már játszik, aztán kíváncsiak mennyire fog befajlolni, de Asdelek játszik ugye jelen pillanatban a Kai'Sával, azért itt a S11 sem mindig kedvez a lövészetnek, bár most mindenki kimenni emelni, hogy most nagyon jó lövésznek lenni, de mikor támadást kapsz, akkor ugyanúgy nem jó lövésznek lenni. Soha nem jó, de még a mágusnak sem annyira jó lenni, mikor támadás jönne veled szemben, de az biztos, hogy lövészként át kell értékelni egy pár dolgot. Kai'Sa viszont baromi jól tudja az ultiát per pajzsát használni arra, hogy tényleg kezeljen egy megfelelő érkező sebzést, akár Fear középső és fényen a Pantheonnal, és Thalia a jungle-ben. Ujj, jön a sárkány! Na de milyen sárkány? Ott repül. Nem pokoli lesz. Biztos, hogy nem pokoli lesz. Szavaztunk, és azt mondta Max, hogy pokoli lesz, de nem pokoli lesz. De most akkor tényleg fejen kell állnom, hogyha nem az lesz? Úgy se fogsz fejen állni, meg... Hát figyelj, megpróbálom, csak... Munkahelyi baleset, nem fogsz fejen állni. Nem állsz fejen. Bajod lesz. Pedig itt volt az ördögi tervben, hogy volt. Kiforgatok a vagyonodból is. Az ott felhő! Láttam a sarokból, lelestem az Observernek a jobb oldal részéből, és meg is kaptam még picture-in-picture-be, és köszönjük szépen, hogy egyértelművé tegyük is, jön a level 2-es gank. Orianna flash. Egy korai flash. Ez Pantheon, így akkor el tud kezdeni játszani a lénen, agresszívan picikét. Sen szépen válaszol. Azért ez a Q-hoz azért az agysebzést ilyenkor az elég nagyon-nagyon csúnyán tud fájni. Level 2-esen pedig rá is csúsznék az Irillianra fenébe. Egy történetnek történnie kell. Nagyon jól csinálja ezt, most végzett. Az emótok is megérkeznek innen. Ott a rácsúszás, de nem talált. Az fix villanás, vagy gyilkosság. Igen. Kicsikéket kapkodott most végzett, de meg is elügyel bűnt rá. Bluebor érkezik azon a Graves-szel, aki amúgy hatalmas Graves-mén, de akkor... De szép volt! Hát igazából ez kettős, ehhez két óra kell történni, ahhoz, hogy végzett, és sajnos egyenesen villanjon, de az Irelia, ez predikció volt. Predikciós isten, konkrétan. Predikciós, mert ugye flash-sel fejezte be a stunját, tehát tudta, hogy ott abból a flash lesz. Nincs mese, ez gyönyörű szép predikciós csapatharc volt. Bluebor csúszik odébb, jó a Shantaunt, aki visszajött pofoszkodni. És legalább megvan a válasz. Így nem ez annyira nehéz neki a lén, de azért, na. Ahhoz képest, hogy majdnem ölt végzett, sajnos ő halt meg ettől függetlenül. Bluebor akarta mondogatni, és kezdte mondani. Bluebor egy orbitálisan nagy Graves main. Jön trash, level 2-es, egy jó nyúzás kéne első kézből, aztán pedig jelent, hogy a bizonyos halálos ítélet, ez pedig szó szerint halálos ítélet, és nincs barrier ezen az Oriannán, Ignite sem volt, egyszerűen egy ostorcsapás vitte végül el trash kezei által ezt Oriannát. Van egy jó taunt, majd még ugye a forkolorral, kábítás nem rossz, végzett támadhat szépen, és talán ezt pedig be kell fejezni. Gyönyörű szépen jön vissza a nehéz helyzetből az Illis Akadémia Spirit. Azért látszik, hogy a csapat kommunikáció toppon van. Így van, hiába kezdte jól az Apache a meccset, azért az Illisnek tökéletesen megvolt a válasza erre most, és hát Thresh nem is megy még vissza az ösvényére, próbál még akár rómolgatni, megzavarni egy picit Graves-t is itt a dzsungelezgetésbe, de talán ez a sutyanák elhozatal így is könnyedén sikerülhet.
És tessék, itt volt az a Pantheon W, amit annyira vártunk az előző meccsen, itt egy trash-sel összekombózva azért látjuk, hogy nagyon jól tud ez működni, és erre valószínűleg a későbbiekben is kell majd figyelni, illetve Oriana-nak nem volt flash-e, úgyhogy... Segíts már ki abban, hogy volt Jhin-tiltás? Nem, szerintem. Mert hogy ugye Frenna, aki most Affili összejátszik, és Frenna azért nagyon-nagyon szereti most ezt a Jhin-t is. De Affili, ez a másik kedvence. A másik kedvence, és szerintem nagyon sokszor szenvedetem miatt, ez pedig gyönyörű szívbefejezés lesz. Mi mindig nincsen flash Orianának, emlékszünk a level 2-es Genkóta nincsen, Frenna lép visszább. Jönne valahogy még Bluebor ezt befejezni, Leonának nincs elegendő HP-ja, Gergőnek nem lehet befele mennie, jön Bluebor megint csak. Ugye ott éppenséggel heal nincsen, szóval ami HP van, annyit kell beosztani. Sekunak lesz egy nyúzása, meghal végül fenn a szép Bluebortól, Seku villan. Gergő kijön, és érkezik Kranks, ebben double kill is lehetne akár, egy megvan. Érkezik Four Color, Kranks meg kell ölni, jó a kábítás, meg kell fejezni Bluebor, lép visszább. Asderek éppen, hogy túlél. Pont a lágya, hát a szájait piszkálta a minionok. Ez minionok még sebzik! Nem! Azt látod, egy vagy két életerővel élted túl. Jézusom! Jó, azért a patkó valakinek a fenekéje benne van, Azdereknek fixen benne van az a patkó. Ez azért kellett egy jó adag, egy kilónyi szerencse. Mondanám azt, hogy calculated életerő megtartás Azdereknek számára. És szépen lassan, de még mindig nincsen Orianna ulti, szóval még mindig kellemetlen, és Gergő level 3-as Leonával kellő 2 CC-vel. Megoldhatják végül is, jogos. De félő ilyenkor a Gergő kapja vissza pofont. Félnek nincs ignite-ja, tehát nem biztos, hogy Leonára van elég sebzése, de igen. Amivel amúgy lemaradtunk, hogy még ott az előző nagy botlénes harc közben, vagy topon is történt ám egy cserebere, hogy a sem meg tud tölni Irelia-t. Láthatjuk, hogy neki most már 2 gyilkossága, Irelia-nek pedig 2 halála eddig. Aranykülönbség nagyjából 5-600, az nem igazán számottevő, ugye 7. percén, viszont volt már 10 gyilkosság, azért itt is egymásnak estek a felek. Ezt nagyjából eddig mind a 3 mérkőzésünkön láthatjuk és elmondhatjuk. Nagy farmkülönbségek sem alakultak még ki, hiába a cserebere itt, meg a cserebere ott. Nasderek az, akinek a KSZ azért egy gyilkosság és 2 támogatással csak rendelkezik már, úgyhogy neki most van némi előnye Frenna Aphelios-ával szemben, ugye az előbb ki tudtak szedni a torony alatt. És level 6-os a senünk, ami azt jelenti, hogy egy végső képessége lenne, hogyha támadni kéne valahol. Pantheon is level 6-os amúgy. Bizony. A botlénen ugye van sárkányunk, bár igazából felhő, szóval annyira sok vizet nem zavar, de miért ne hoznánk el, hogyha ezt van. Ezt holnap nem mond. Eddinek a felhő a kedvence, vigyázz. Ez kitérlekel. De miért szereti a felhőt ennyire? A felhő lélek a kedvence, na úgy mondom. Timózik még egy abúj? Timózik? Figyelsz, majd holnap kérdeznek. De Timóval minek a felhő sárkány? Még gyorsan lesen szaladni, mikor legombáztál minden? Még gyorsabban fúss bele a halálba, mert egy haszontalan karakter, én is így gondolom, de hát most ez egy másik dolog. Innen is elnézést azoktól, akik szeretik Timo a Timót. Jaj. Nem az, hogy nem, természetesen ez nem így van. Persze. Egy egész streamernek a karrierét törtem most keresztbe, aki Timo Mainer Challenger szintű, de semmi gond. Meg persze Anna is teamozik rengeteget. De Four Color, aki kapja az áldást, megjön Bluebor, kérdés, hogy időben-e? Nem! És jön Kranks, Bluebor lehet így bajban, 2v1, Bluebor, meghal. Hát ez az a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy az a Shen így eléggé fájdalmas, és ugye az, hogy ilyen sokáig tudta tartani Irelia-val a párbajt, aki 2 szint hátrán van most már, az kellemetlen egy Irelia szemszögéből, mert azért neki Tália ulti. Meg kéne ezt oldani, Orianna ulti van, vonzás hullám először kiír, aztán a flash, ezt most akkor inkább nem is láttuk. Megyünk tovább, Seku és Frenna, aki botlénen jelen pillanatban ugye még nincsen, meg 6-os szintek, de hamarosan megtehetik. Hát maradjunk annyiba, hogy az az Orianna ulti jó ötlet volt, csak a kivitelezés nem sikerült annyira. Jó lett volna, hogyha még a fal tulajdonán kijön a vonzás, és utána a flash, akkor... Igen. Valószínűleg túlélhette szerettem volna. Szerettem volna magával hozni falon túlra való, hogy torony nincs be, de azért az elképzelés jó volt, sajnos a kivitelezés... Nem szerettem, hogy pont, hogy messzebb akart őket tolni. Nem tudom, én ezzel lehet tudsz magaddal kicsit meg rántani egy ember tovább, de az ütem az nem így volt megfelelő. A lényeg, hogy ez most nem sikerült, lehet próbálkozni majd egy pici idő múlva. 0-3-ban van Irelia, illetve Orianna is.
Ami elég szomorú, mindkettőjük sebzése egy igencsak késleltetve van. Ezzel szemben a tulajdon azért Tália, Pantheon is sem nagyon meg tudott indulni. Ami még jó hír a pacséknak, majd az a flash-sel jön. Jó az elközben. A lámpás pedig Viszlát szavaztok. Gyönyörű játék, ugye egy lámpás azért jó hamarabb visszajön, még egy flash azért az jó pár perc, amíg Gergő újra flash-elt. Ráadásul még az igrájt is kivett tőle. Szóval Gergő mindenét ellőtte. Cranksről lehet, hogy nincs tudomás amúgy itt. A bokorban, már itt van igazából a Blue Boar. Ajaj. Húzás mellé. Valahogy Blue Boar megérezte, hogy valakit még néz rá, vagy figyeli az ő mozgását, vagy sejthetik. Azért Vision War pusztítását, az kellett is. És való igaz, hogy azért szépen farmol az Orianna, de ez most lehet az az Orianna lesz, aminek kicsit később lesz a sebzése beérve. Ami valahol szomorú, viszont ő talán az a karakter, aki hátrában indul, nagyon sokáig hátrában is lesz. Húzás jó. Gergő, neki nincsen flash, ő a legjobb célpont. Jó a CC még, Gergő, őre köszönhet, Szeku meghal a csere, 1-1, és jön Pantan közé picit lassan, és mögéjük megy, lehet támadni újra, Asderek lesz bajban, Asderek villan, Cranks meghal, Asderek halott, most kéne menekülni, mert nagy szerencsének köszönhetően 2-2-es csere, pedig sokkal rosszabbul is kijöttek volna ebből Gergőjék, és a Pantan úti picit lassan jött ki, úgymond nagyon közelről indult, már régeken van a tolni ezt a Pantan úti, kicsit messzebbről, 11-6, és 2500 arany előnye jelen pillanatban az Írés Akadémia Spirit. Megy. Pereg. 11. És XP részben van kitakarítva Irelia. Nagyon szomorú helyzet. Még mindig 2-es szint hátrány, nagyjából 20-as a farm különbség, és hát sem nyomja itt a síró sem otthon, de igazából Ireliának kéne ezt csinálni. Jelen pillanatban itt a mérkőzésen. Egy icike-picike pozitívum az Apache részéről, hogy legalább nem Frenna, illetve a lövész az, aki meg van indulva. De most Orianna, hát az sajnos talált. És flash-e nincsen. Az a baj, hogy emlékszünk arra a level 2-es Tália genkre? Emlékszem. Az a pillanat, amikor Orianna sikerült az ő komfortzónába picikét kirendíteni. Uh-huh. És onnantól kezdve, még ha torony alatt állt volna, akkor sem biztos, hogy mindig biztonságban lett volna. És onnantól kezdve egy flash ignite-os Pantheon mindig probléma lesz. És ott nagyon gyorsan jött, rettentő gyorsan jött a két halál. Mert nincsen flash-e, nincsen menekülni. Nice try. Itt a problémák egyre csak nőnek az Apache szimp részére. Most megvan az első sárkány is az Illés Akadémiának. Így 11,5 perc eltettél, azt hiszem kijelenthető, hogy a játék korai szakaszát azt eléggé megnyerték. Beszéltünk ezekről a globál ultikról, miközben azért Gergő itt bajban lehet. Jó a húzás, nincsen flash-e Gergő, mert a Gergő az, hogy válaszol, akkor van bőven CC-je. Az nekem kifárasztás, az jó, ön Cranks? Frenna belehal-e vagy nem? Asderek szépen fordul, elhozza magával Frennát. 1-2-es, 1-1-es csere, és Asderek valószínűleg meg fog halni így két ember gyűrűjében. Tália kettős gyilkosság, 7-2-4-es Tália. Forkoló szeretne fordulni, jó a CC, Blueborra lehet fordulni majd még, de Forkoló megveri a Shen! Szétveri a Shen! Hát ezt nem hiszem el, két szint hátrány Blueborrnak végzett az képes, és lesz még egy tauntja. Kimegy a Graves ulti is, lehet püföldi Blueborra. Hát ez baj. Ez a Shen, ez nem a tipikus Shen. Tehát én arra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy Shen hozzá átlagos játékot, hogy el van, tartja a farmot, elmegy genkelgetni, azt is az, hogy jó neki. Egy-két plate bukás jön. Nem, ez a Shen szétveri az egész nét, szétveri az Irelia-t, elmegy genkelni, és utána is szétver mindenkit. Igen, először az alsó ösvényen mondta azt Asderek, hogy én amúgy a csapasderek vagyok, megyek előre, aztán próbálok gyilkosságokat szerezni, aztán Shen mondta a felső, Shen, hát Irelia, illetve Grace, nektek itt nincsen semmi keresni valótok, úgyhogy leegyvékettőzlek titeket. 16-7-4000 az aranykülönbség csapatszinten, és hát láthatjuk, hogy az ösvények formájában ez mit jelent. Azért a felső ösvényen 2000, hát ez brutálisan sok. Az alsó ösvény tartja magát valamelyest, de ők is van egy pici lemaradásban vannak. A többi lén viszont nagyon sokat tesz hozzá ez az aranykülönbséghez. Közben... És hát így az Illés Akadémia azért szépen lassan elég nagy előnyt fog kiépíteni. Így közben, hogyha van egy kis lehel egy idő, akkor elmondanám, hogy a kedves nézők 64%-ban szavaztak az Illés Akadémiára, hogy ők fognak nyerni, még az Apache szimpekre 36%-ot, és azt kell mondani, hogy egyetértünk mi is veletek, és úgy gondolom, hogy teljesen jó döntést hoztatok. Legalábbis érlenállás szerint ez így néz ki. Azért 14 percnél már a 4000 gold előny soknak tűnik, sok is, de még nem az a kategória, hogy hát ennek vége van. Tehát még az Apache-nak van esélye, az Iris nagyon szépen játszott a meccs elejét, és azt kell mondanom, hogy a szép Irelia predikciós first bar után
gyönyörű válaszok jöttek igazából az illéstől, Frenna pedig valószínűleg meghalhat, jó a lámpás, na, majd flash-e. Na, úristen, mekkora pajzs! Jézusom, és még a húzás is jó, az illés szépen fordít már megint, Gergőre jó a taót, Blueborn van bajban, és ő sem hal meg, kettő zsilok Frennán, aki a halál torkából jött ki, aztán pedig ölhet két játékost, és Gergőre kell menekülnie, sőt, nézd még egy taót jöhet rá, végzett a nyugodt szívvel, jelenkámítás, végzett tankot, taóta pedig menekülni fog ki a torony range-ből. Gyönyörűen dokumentumfilmben megírt dájvalás ez most az Illés Akadémia Spirittől, és ez pedig már kapásban nem 4000, hanem akkor legyen 7000 arany különbség. Emlékszem, egy picit ezelőtt mondtam, hogy az egy picit jó része a piros csapatnak, hogy Frenna nincs akkora, nincs igazán még elfideve, na hát most megoldja neki a csapat, kapott 3 gyilkosságot azért, úgyhogy most már ő is bután elős lesz azzal az Aferiasszal, de szerintem itt nem az ő játékát kell jelen pillanatban kiemelni, sokkal inkább Sekou, bocsánat, hogyha rosszul mondom, ugye Thresh-nek a nevét, gyönyörűek azok a halálos ítéletek, tényleg szinte mindig halálosak is, a nyúzások is nagyon rendben vannak, nagyon jó kezdeményez mindig, illetve most végzet is remekül tudott megérkezni abba a harcba. 27, hát lehet, hogy igazából a meccsnek már vége van, csak még nem fejezték be. Kezdben Blueborn lép vissza, Cranks lép vissza, Fear, aki próbált még reagálni. Egy kis adok-kapok, és én úgy gondolom, hogy ebből rosszabbul jött ki most Graves, ugyanis a saját jungle-ében kapta a Schallereket, a pofon fákat rángatta ott még igazából. 16 percnél pedig a középső ösvény külső tornya maradt már csak hátra az Apache Simpnek, hogy ezt bevédje, és ugye ha ezzel végez az Illés Akadémia Spirit csapat, akkor onnantól kezdve azt kell mondani, hogy átvehetik még jobban a pálya fölötti kontrollt. Már igazából így is az övék, szerintem övéké, maximálisan. De hogy még jobban lehet nyomatékosítani azt, hogy ki a helyi császár meg a sheriff ezen a meccsen jelen esetben, az pedig az Illés Akadémia Spirit gárdája. Fear, Cranks és végzett mindenki sokkal, de toronymagasan jobban áll ellenfeléhez képest. Ugye Four Color, Blueboard, igazából mondanám, hogy Four Color saját magát szívott egy picikét meg sajnos azzal, hogy agresszívan ment vissza még az első kill után, mert nagyon gyorsan kapott két genket Cranks-től. De nagyon gyorsan kapott két genket Cranks-től. És talán a Frenna, illetve ugye az Asderek lényére mondanám azt, hogy így, aranyban nem, de amúgy kb. Forma volt, mert volt jó inisiét Sekoutól, aztán pedig jött kapásban, hogy a Gergőnek minden CC-jelbe lehetett fordulni. De az összes többi lén az magasan az Illés Akadémia Spirit neve mellé írható föl. A csapat harc még 5 fős, még ugyan nem volt, de már ilyen 4 fősek már azért voltak. Szerintem az Apache jelenleg örül neki, hogy nincs ilyen 5-5-ös csapatharc, mert hát mondjuk úgy finoman, hogy nem ők lennének az esélyesek. Egy ilyen harcba közben második sárkány kezdi meg az Illés Akadémia csapata, és akkor innen is köszönöm a chatnek, hogy legyen Sekou, nem S-sel, hanem S-szel. Sekou? Bocsánat. Azt mondták, úgyhogy akkor... Én Sekout mondtam, vagy Sekout mondtam. Én Sekout, az biztos, Sekou. Hogy legyen S-szel. Hiku? Húzás majdnem. A lényeg, hogy brutál jól játsza meg azt a trash-t eddig a mérkőzésen, igen. Az biztos. Még akkor is, ha ez a mostani halálosítélet nem jött level be. Level 2-es flanké volt midre. Igen, ami még egy kill volt Orianával szemben. Éjjel, amikor el lehet gyorsan szaladni az Aphiliusnak a fegyverének köszönhetően, hogy le tudja tolni a vévet, akkor van lehetőség támadni. Jön a Leon ulti Frennára kirép közben Gergő, hátul óriási buli van, Blueboard verik, hárman széjjel! Még hátul Frennát sikerült eltakarítani, Four Colorék támadnak végül a hátsó sorban, 4v4. Jó az Irelia ulti, lehetne Cranks-e valahogy menni, de nem tud mozogni, Four Color végzet állítja végül meg. Az Orianna ulti kimegy és meg sem érezte a sebzését az Illés csapata. Ez pedig így 4v2-re marad, valószínűleg toronydöntés lesz ennek a vége, bár még azért Orianna nagyjából tud egy kicsikét fogni azon a toronyon, de óriási damage-et kap még Cranks-t, hátul végzett. Már nézi a potenciált egy jó becsúszásra, ha becsúsztan a köztudatba azon a tauttal, van lehetősége rá. Ha másom, akkor vissza, igazából visszatessékeli a kedves apacszint játékosért a másik torony mögé, hogy ez a torony, most elhozzuk, haver. Na, és csak hazajutott a Zsdelek, másodszorra már nem szakította meg a hazateleportálását, de a középsősnyős torony, ahogy te is mondtad, most már szépen dőlni fog. Lubor vár ott a bokorba. Na, sok mindent nem tudom, hogy fog-e tudni kezdeni így végzet, illetve Sekou kettesével. Hát hárman kettősével. Kell a piros buff egyértelműen azért a... Ez itt most egy lélektani párharcot, és azt megnyerték a kocsik. Add ide a pirosabbat. Az a baj, hogy végzett, ugye egyrészt szétebbutálja magát, ami nem egy túl fair dolog, de persze a játék része, azért a profi játékosok is tolják azért itt az official bajnokságokon is, miközben Shen, aki meghalt, de azért nem volt egy egyszerű
Momentum ez pont olyan jól érkezik meg a hátsó sorra, és megvan a Dimi Giorgi annára. Gergőre lehet fordulni, és ezek közben forkolni is lehet nyugodtan menni. Az hármas gyilkosság lehet még Pantontól, sőt, meg lehet a négyes, akár még elvettük egy Pentára, és firmen most Blueborra, az lehet már kiment a range-ből, de még ebből egy kvadra simán lehet az derek helyett, bocsánat, hogy a Pantón, tehát Firen beírt ez a Pantón, és még meg sem halt. De hát az elejétől kezdve, amikor Orjana villanás megtörtént, tudtuk, hogy Fir el fog menni, el fog húzni Orjanával szemben, ez pedig egy gyönyörű befejezés volt. Ugye már egy lezajlott kergetőzés után, végzett halála után már nyeregben érezhette magát az apaszív csapata, és akkor jött meg Fir. Ez pontosan az volt, amiről beszélnénk a meccset, hogy egyszer csak megérkeznek mindenhonnan, és hát Fir köszönte szépen akkor. Enyém négy gyilkosság, közben Frenna amúgy az alsó ösvényen tudott tornyot hozni, neki így sem kellett lenni a csapathoz, így is bődületesen nagy az előny az Illés Akadémia részéről. És hát 27-9, most már majdnem 12 000, ami az aranykülönbséget illeti, és mondom ezt úgy, hogy a 20. perc vége felé közeledünk jelen pillanatban, 4-0 a toronyállás, 2-0 a sárkány, amúgy óceán lélek lesz, ha eljutunk addig ezen a mérkőzésen, de hát ez nem biztos, hogy meg fog történni. Az viszont biztos, hogy minden úgy történik, ahogy az Illés Akadémia szeretné. Blueborr lehetett volna bajba, de okosan inkább visszafordult, és hát a kékéről sajnos le kell mondania. Jelen pillanatban az Frennához kerül. És hát a baronnasor is most már egy elhozható célpont. Hát ez az előny természetesen elég ahhoz, hogy jó hamar megpróbáljon kilépni rá az Illés Akadémia csapat. 1-2-14-es trash játék, ami azt jelenti, 15 darab gyilkosánál volt ott, ami nagyon sok a 27-ből, de ahhoz képest Gergőnek jóval kevesebb a sikerességi ráta, a forkola pedig eltűnik a pályáról, Gergő pedig szintén meg kéne. Olyan Blueball még próbált a Cranks-et elvinni, az még képességgel megvan. Köszönhető azért itt a Blueball sebzésének, Fenna és végzet pedig befejezi ezt a Graves, így pedig 3-1-es csere összességében. És mivel jön Vév, ezért a téketes torony valószínűleg meg lehet. És mi mindig nézégeti szekú közben az, hogy lehet, hogy bármilyen módon egy sunyig is halálos ítélettel becsekkolna a játékba újra és újra. Nagyon sokat közlekedett a pályán, és ugye nagyon sokat jelent, hogy azért, amikor elmegy egy ilyen midlane flankre, azért kidob a zsebéből egy pár wardot mellett közben. Szóval ad visiont is. Elmegy jungle-es helyet gankelni, vagy jungle-es Shen együtt gankelni, vagy jungle-es Shen-nel együtt gankelni. Egyelőre jelen pillanatban azt kell mondani, hogy torony magasan kezeli a játékot az Illés Akadémia Spirit, és most már azért 12 000 arany hátrán azt merném mondani 22 percnél, hogy ebből nem igazán van visszaút. 0-8-as Irelia nem mostanság lesz erős. Egy boterkája van eddig, nincs még mitikus tárgya sem. Ő brutálisan ki van véve ebből az egész mérkőzésből, ezzel szemben Shen ott a túloldalon 7-2-13-as statisztikával rendelkezik, 20 kill-be ott volt a 30-ból, nem rossz ez a kétharmados arány, mindeközben a harmadik sárkány megérkezik az Illésnek, ez most ugye egy óceán, hiszen már csak ilyen lesz ezen a mérkőzésen. Hát én próbálok pozitív Knax lenni és keresni, hogy hol lehet visszatérni ebbe a meccsbe. Na mesélj! De jelenleg annyira nem látom, az a baj, én szívesen mesélnék. Hol a pozitivitás? Nem olyan könnyű, hát hogyha mondjuk egy olyan 65-85 percig eltart a meccs, és mind a két csapat fullbillen lesz, ugye az Illés az mondjuk 15 perc múlva is, de hát sajnos Apacséknak ez egy picit hosszabb lesz. Vagy, na tényleg, hát Apacsa nevük, gyorsan elő a pósztert, imádkozni előtte egyet, tanácsot kérni, szeánszot tartani. És akkor talán megadja az erőt, akit szimpelnek. Apacs Vile Viktor meccsekre, miden azért nyomta ő a full try hard-ot annó. Már kiöregedett edzőbá Apacska. Ez egy gyönyörű szép Blueborr húzás között Szekutól. Úristen! Aztán viszont jön a válasz, Gergő be akar menni még egy jó CC-re, viszont ez 1-0-ás csere, ez pedig szépen lassan 2-0-ás. Ez Gergő, aki hát társa megmentésére ment be, és ismerjük a Leonát, befele menetel tervezés van, kifele menetel tervezés nincs. Ha Leonával egyszer bemész, ki már valószínűleg nem jössz nagy eséllyel. Hát megjön a Kai'Sa Burst végzetet, és még fél HP-ig sem esett le! Ó, de jó lett volna! Az a Flash Hook, Trash-te viszont is, nem talán. Ettől függetlenül inhibitort lehet nyugodtan döntenie. Az Illésnek az alsó ösvényén is jönnek minionok, fönt még van T2-es torony, Folklore-ra sebez Cranks, horribilis mennyiséget, Fenna pedig ultival befejezi. Legyőzhetetlen Fenna Aphelios a jelen esetben, ami... Nem. Mond. Nem, csak azt akartam, hogy nem baj, semmi baj, megvan a 9. halál irédiánál, és a chaten is írták, hogy a 0-10-es Power Spike-ba még lehet bízni. Igen. Én nem akarok gonoszkodni, ezért én ilyet nem akartam mondani,
De ha már a chat hozta fel, akkor nem én gonoszkodtam. Úgyhogy igen, ez még megtörténhet, de valahol most írja, nagyon ki van még a játékból. Nem tudom, mit akar még venni. Lehet, hogy egy háromság hatalmás mítikus tárgyra szeretne voksolni, de az már nagyon késő. Igen, 25. percbe lépünk. Igen. Tehát ilyenkor már egy ilyen tárgyat elkezdeni építeni, már nem sok értelme, akkor inkább menjen rá valamennyire még a tankosságra, és lehet hamarabb lesz abból Spirit. Starak, mint mondjuk egy mitikus tárgy, de egy mitikus tárgy nélkül pedig az S11-et nem érdemes játszani. Ez így van. És ugye az, hogy egy Vampiri Skeptelek kezdett, ezt teljesen megértem, mert sok mindenhez jó az a tárgy, de először a mitikus kell szerintem befejezni, de lehet, hogy most hülyeséget mondok, mert biztos van olyan karakter, amelyiknél nem, de szerintem nincs olyan karakter. Az viszont biztos, hogy az Írés Akadémia tovább folytatja, hát nagyjából tökéletes játékot ezen a mérkőzésen, szerintem ezt is mondhatjuk, oké, hát 10 halált össze tudtak gyűjteni, de hát mellé 33 gyilkosság, 7-0 a toronyállás, 3-0 a sárkány, igazából hazafelé akár a baronnasor is ráfordulhatnak, hogyha szeretnének, úgy látom pingelik is, hogy azt el kéne hozni. Na most talán az Éria, de hát esélye nincs neki, de a többiekkel. Többiek között baroloznak is, végzett egy fordult majdnem forkolat befejezni. Asdelek hozzel Sennek igazából, hát nem volt fejpénz rajta, lehet, hogy volt, tök mindegy, végre meghalt Shen, mert nagyon ritkán ölik meg végzetet. Baronnasok közben Szedik, Renx és Frenna, ketten valószínűleg megoldják, mert azért kell a tankosságot néha azért cserélni, kitankolja azt a baronnasort, jön még Fire egy dárnával, nagy segítség volt, köszébe, de legalább beledobta. 33-11 is baronnasorral egy jó vásárlás után, egy jó rezet után szerintem meg lehet valamelyik külső ösvény még lódítani, vagy egészen egyenesen beszaladni. Azt is meg lehet próbálni, már sokkal egyszerűbb baronnasorral, két ösvényről felhozott minionokkal betámadni a Nexus tornyait. És hát 15 000-es az aranykülönbség a két csapat között, 33-11, ugye még mindig a három gyilkosságra egy a felelet tárgyak formájában, és természetesen ez már megmutatkozik, de az Apac Imp csapata most azért percek óta már próbálkozik, és egészen jól derekasan helyt is állnak, így védekezés ügyileg mondom, hogy nagyon megindult az Illés Akadémia, de egy ideje azért picit lelassult. Ez az előre nyomulás a részükről. Úgyhogy az Apac Imp megtesz mindent, amit csak lehet még ebből a hátrányból is. Na de most Krenkzi ebben nem sétált bele Blue Boar. Hát azért Krenksz most, hogy meg kell szerintem csomagolni, jön a Shen ulti, lehet fordulni, az Illés támad, mehet a harc, jó az anya még, végzett itt van jó helyen, ki van szorít a Blue Boar maximális, jön még Fear, össze lesz csukva az Apacs, gyönyörű szépen csinálja az Illés csapata, felhozza a meccset újra és újra, és lejátsza, visszajátsza, és újra és újra. A csapatszerű mozgás, az egész meccsen többször elhangzott az, hogy milyen szépen kommunikál az Illés csapata. Azért nem ma jöttek le a falvédőről, régóta vesztek részt versenyeken, és azért ez nagyon látszik, hogy hogyan reagálnak bizonyos előnyökre, és hogyan kell még nagyobb előnyt kovácsolni egy előnyből. Ez pedig Blue Boar-nak az Exos, ami képesség ki tud menekülni. Nézzük, hogy befejezés lesz, vagy nem. Minionjuk jelen pillanatban nincs még hozzá, itt érkeznek a középső ösvényen, illetve addig is a felső, ne hozzák az inhibitort védő tornyot. Apac Imp-ből ketten próbálják jelenleg megvédeni, de hát négy ember ellen kéne ezt ebből brutálisan nagy hátrányból. Felső ösvényes inhibitor dől, mindjárt az alsó ösvényes is. És most Gergő kezdeményez. Hát Gergő kezdeményez, Orianna ulti az nem volt rossz. És meg is lehetett ölni végül is stressz, de nem az Apacs, aki jól védett, hanem az Illés, aki jól támadott. Ugyanis ők érvettek a baronna sorral. Hát hozzunk el még, amit tudunk. Igen. Oké, mindent. Igen, még két inhibitor, és még a Nexus Turnet is elkezdték már birizgálni, sőt, oddáj voltak Kaiser. Ajaj, Gergő, ott nem leszel jó helyen. Megpróbált kezdeményezni. Itt van Fear, 2v4, jön végzet, 3v4, és nagyon messzről majd egyszer valamikor jöhet már még az újjászülető játékos Orianna, megha végül pantalon, megszék fordulat Gergőre, jön végzet. A Tauntot nem Gergőre kéne eljön a többiekre, így is van Blue Boar-ra, jó a védekezés Krenkszre. Végzett tartja a vonalat, fordul, forkolor, jön a teleport, végzett két ember, a naptűz köpenyel, csak mellé kell parkolni, és Gergő belehal. Megvan. Itt a Orianna ulti is még a mépessége lehet, majd ha visszajön szépen lassan, jön egy Thresh úton van, jön egy Aphelios úton van. Végzett 1v3-ban szórakozik, mert megteheti, mert ő végzett. Nyugodt szívvel, forkolor menne haza, mert defenni is kell amúgy szépen, a sétlenkezik szekulnak a Thresh-e, lehet menni ugye Oriannára, az pedig így halott, mellé a Taun, de nem baj,
ezt még lehet kezelni? Na? Ez egy elég távolságot jelent egy darabig, csak van ott szemből egy, egy kukás autó méretű trash, amit puff, nehéz kikerülni. Ostor, csap, Orion, Orionna, 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 és a lámpása jöhet Chen is, ez pedig így a középső és inhibitorát döntésére fog majd mindenképpen ráfeszülni az ülés. Frenna pedig befejezi Blueboard gyönyörű szépen. 10-4-es, azért Frenna is megvan zabáltatva, 280 farmos Aphelios, az Illésnek az összes csapattagi jelen pillanatban, ahol csak lehet, agyonverte az apacsak a csapatán. Forkoló lép vissza, 1-10-es Irelia, meg a Power Spike, lehet durrantani, ja nem. Egy Nexus torony dől, az nekünk jó a húzás, és azonnal fel kell robbantani, így is van, a Taun pár komolyan késő volt, addigra belehalt Kai'Sa, dől még egy torony, a húzás jó, majd Gergőre, meg ha Irelia, mindenkit agyonver még az Illés, még egyszer, aztán még kétszer, a Nexus pedig szépen lassan be fog dőlni, Gergőt még kihúzták a kezdőről, lábás is kimegy, de már önmagában a Minionok befejezik a mérkőzés, hölgyeim és uraim, és jelen pillanatban azt kell mondani, az Illés Akadémia Spirit csapata egy nagyon egyszerű meccsen, nagyon szépen, egyszerűen szétverte Apacs szín csapatát.